Bár nem teljes létszámmal, de folyamatosan próbálnak a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai. Nyáron ugyanis Valenciába utaznak, ahol egy rangos nemzetközi felkérésnek tesznek eleget. Tuti próbák is vannak, tehát amikor az egész zenekar itt van, illetve csináltunk szólampróbákat is külön-külön a fafúvósokkal, külön részfúvósokkal, tehát ezek folyamatosan zajlanak, ahogy. És akkor szépen így haladunk előre, most már elég jó állapotban vannak a darabok. Pedig a közösség tagjait egyáltalán nem könnyű egy időpontban egy helyszínre vezényelni. Sokan vannak ugyanis. Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy tudjunk próbálni, még hogyha nem is teljes létszámmal, de minden próba nagyon hasznos, és mindig lehet valamin dolgozni, ami fontos tud lenni. A próbák mellett komoly kihívást jelent még valami, az út megszervezése. Iszonyatosan nagy logisztikai munka zajlik a háttérben, ugye hát meg kell szerveznünk azt, hogy a zenekar hogyan tud eljutni Valenciába. Na most ez repülővel nagyon-nagyon problémás. Annak idején megkérdeztük a repülőtársaságot, hogy például a berlini szimfonikus zenekar hogy repül, és mondták, hogy nekik saját gépük van. Hát most mi még ilyennel nem rendelkezünk, de igyekszünk megoldani ezeket a dolgokat. Hát olyanokat kell megbeszélnünk, hogy ki milyen podgyászt fog feladni, ugye nagy hangszereket nem mindig engedik fel a repülőre, tehát ezt is meg kell beszéljük majd előre. Hogy mindig vannak ilyen apró kis akadályok, meg x-szerek, de azért igyekszünk ezeket úgy kezelni, hogy a lehető legkönnyebben túllendüljünk ezeken a feladatokon. Olyan nagyon nagy probléma még hál' Istennek nem adódott, és remélem, hogy most már nem is lesz, hiszen azért 2 éve készülünk erre a versenyre, a vírushelyzet az nem könnyítette meg a munkánkat, úgyhogy most már tényleg nagyon a finishben vagyunk. Jó hír viszont, hogy már biztos az utazás, ez sokáig nem volt így. Valenciába ugyanis már 2 éve készül a zenekar, a járványhelyzet viszont eddig rendre felülírta a terveket. És a szakmai részével igazából nincs is nagy probléma, hanem tényleg a háttérmunka, ami egy kicsit zűrösebb most, hogy tényleg mindenki ráérjen. Ugye itt vannak azért kisegítő zenészeik náluk is megszervezni azt, hogy Győrből, Debrecenből hogy tudnak majd idejönni próbálni, tehát hogy ilyen dolgok, amik nehezítik a munkát, de igyekszünk tényleg megoldani mindent.